történetem az körülbelül 3 évre nyúlik vissza, amikor is én először éreztem a jobb mellemben egy apró csomót. És azonnal is mentem vele a szentendrei mammográfiára, hogy nézzük meg, vizsgálják meg. Ahol is megvizsgáltak, és azt mondták, hogy ők nem látnak semmit, és ők nem érzik azt, amit én érzek. És tulajdonképpen annyira fiatal vagyok, akkor még ha nem voltam 30 éves, hogy ilyen dolgokkal nem kéne húznunk egymás idejét, ne raboljuk egymás idejét, pontosan így fogalmazott a helyi főorvosnő, mert hogy ilyen fiatalon nem alakulnak ki általában még rossz indulatú elváltozások. Ekkor ez engem hát valamelyes megnyugtatott, de nem teljes mértékben, hiszen továbbra is éreztem a csomót, ami pár hónap múlva eltűnt. És ez a nagyjából egy időben megjelent a bal mellemben is egy aprócska csomó. És akkor én nem rohantam egyből a mammográfiára, mert úgy voltam vele, hogy ez is valószínűleg egy hasonló zsírcsomó vagy nyirokcsomó lesz. Illetve hát nem voltam kíváncsi ismételten a főorvosnő véleményére és stílusára. Úgyhogy nem foglalkoztam vele. Egyébként, bocsáss meg, amikor először ezt hallottad, akkor mi játszódott le benned? Ez az orvosi vélemény. Mert azt éreztették velem, mintha hipohonder lennék, mintha fölöslegesen rohangálnék az orvoshoz. Úgyhogy nyilván rosszul esett, és nyilván ezért sem volt kedvem utána visszamenni, hogy most találtam egy másikat a másik mellemben. Tehát nem foglalkoztam vele, ami nem volt nehéz nem foglalkozni vele, hiszen akkoriban szerveztük az esküvőnket, és ez eléggé lekötötte a figyelmemet. És le is ment ez a szervezési időszak, körülbelül fél év volt, elmúlt az esküvő, és az esküvő után éreztem azt, hogy ismét feszül a bal mellem. De akkor már megjelent ez a karfájdalom is, tehát a nyirok utak is fájtak, amit akkor még nem tudtam, hogy ezek a nyirokpályák, de az fájt. És akkor azt mondta az orvos, mikor mutattam a karomat, hogy valószínűleg megrántottam valamilyen táncmozdulat közben, mert táncos vagyok, és könnyen előfordul tánc közben, hogy véletlenszerűen megrántja az ember lábát, karját, bármilyet. Úgyhogy a karfájdalommal sem foglalkoztunk, majd elkezdtem köhögni. És fokozódott ez a köhögés, egyre erősebben köhögtem, és nem segített semmilyen köhögéscsillapító. És akkor ismételten elmentem a házi orvosomhoz, aki megint felírt egy gyógyszert, de akkor már neki is gyanús volt, hogy egyszerűen nem múlik el ez a köhögés, már másfél hónapja akkor. És mutattam neki a karomat is, és ő akkor végig kitapintotta ezeket a szalagokat, meg a nyirokcsomókat a hónaljamba, és érezte azt is, hogy duzzanat van a mellemben. És elküldött mammográfiára, hogy azért most ezt nézzék meg azért még egyszer. és ott a mammográfia már mutatta egyértelműen, hogy valami van. Tovább küldtek aspirációs citológiára, ami egy vékony tűvel végzett szövettani vizsgálat. Ebből megállapították, hogy rossz indulatú elváltozás. Tovább küldtek biopsziára, ez már egy vastag tűvel végzett szövettani vizsgálat, ahol megállapították a pontos szövettani típusát ennek az elváltozásnak, illetve hát az ottani orvos, akkor már az Országos Onkológiai Intézetben voltam, elküldött CT-re. És hát a CT vizsgálat volt az, ami végül megmutatta a valós helyzetet. Ugyanis nem csak a mellemben volt daganat, hanem a nyirokcsomóimban, gyakorlatilag a teljes nyirokrendszerben. A májamban több daganat, egy zsúfoltan volt a májam tele daganatokkal, a legnagyobb azt hiszem 5,5 cm is volt, és a tüdőm is azt mutatta, hogy sajnos megtámadta ez az elváltozás, vagy hát rossz indulatú elváltozások jelentkeztek. Bocsáss meg, még ha megengeded, visszakanyarodnék, mondtad az elején, hogy nagyon rosszul esett, hogy nem vettek komolyan a legelső fázisban, hogy hipohondernek tartottak, de ha most így belefigyelsz, mi játszódott le akkor benned, akkor te érezted, hogy ott lehet valami probléma, vagy te magad sem érezted? Engem megnyugtatott, tehát én aggódtam, én feszült voltam, és megnyugtatott az orvosnőnek a véleménye, hogy nincs semmi probléma. Ugyanakkor bosszantott, hogy lehet így viselkedni, hiszen ez nem törvényszerű, hogy nem alakul ki ilyen fiatalon bármi az embernél. Szóval egyszer éreztem ezt a két érzést, ez ilyen ambivalens érzés volt, hogy egyszerre megnyugszom, hogy hú, de akkor nincs semmi baj, másodszorban viszont hogy lehet így beszélni? Hogy lehet ilyet mondani? Tehát mikor arra figyelmeztetik az embert, hogy legyen tudatos és legyen elővigyázatos, akkor hogy küldhetik el így fiatal az embert, hogy nem kéne ezzel így foglalkozni, meg ne raboljuk egymás idejét. Na és akkor viszont, mikor már bebizonyosodott, ahol most tartottunk a beszélgetésben, ott akkor viszont mi történt benned, amikor már tudtad? Mi volt sajnos a legelső? Nem ugyanaz az orvosnő volt ott a mammográfián, aki először, mert én már akkor... Hát úgy megmutattam volna neki, hogy na tessék, miről beszélünk, mégis itt van, amitől féltünk. És mikor bebizonyosodott, hogy rossz indulatú, igazából nem gondoltam rá, tehát nekem nem járt a fejemben semmi bosszú, vagy semmi asztalra csapás. Sőt, mikor először hallottam, hogy rossz indulatú, és akkor még csak úgy tudtam, hogy a mellemben van, én nem is ijedtem meg. Tehát nekem az első érzésem ezzel egyértelműen az volt, hogy a világon nincs semmi probléma. Igen, ez most ott van a mellemben, de számtalan esetet tudunk, amikor ebből emberek meggyógyultak és kijöttek, és nekem is nagyon sok ismerősöm van, aki túljutott a mellrákon, és jól van, köszöni szépen, 10, 20, 30, 40, 50 éve akár. Igen. Úgyhogy azon a ponton én nem ijedtem meg. Én akkor ijedtem meg nagyon, amikor a CTG-ből felültem, és leült mellém az ottani orvosnő, és megfogta a kezemet, és azt mondta, hogy nagyon kemény menet vár rám, és csak azt szeretné mondani nekem, hogy ne higgyek az orvosoknak, és bármit mondanak, ő hisz az én gyógyulásomban, és keresek alternatív megoldásokat. És én akkor éreztem először azt, hogy itt komolyabb baj van annál, mint ahogy mi ezt először gondoltuk. És rögtön aznap voltam elbizottság, ez egy elnevezése ennek az onkológiai procedúrának, amikor is orvosok egy szobában leültetik az embert, és elmondják neki, hogy mi a helyzet. Ez borzalmas volt. Édesanyámmal voltunk benn, egy elég fiatal orvos, nagyon agilis orvos, mint egy marketing prezentációt vázolt az egészségi állapotomat. Ott tudtam meg ezen a melbizottságon, hogy pontosan hány áttétem van és hol, és hogy 4-es stádiumnál járunk. És, hát azt gondolom elmondták, hogy mit jelent a 4-es stádium, nem mondták el. Nem mondták el, hogy mit jelent. Nekem csak az volt a kérdésem, hogy jó, mi a következő lépés, mit tudunk tenni a gyógyulás érdekében. És erre elkezdett, hát majdhogy nem kiabálni az orvos velem, hogy itt nincs semmilyen gyógyulás, hogy gyógyulásról nem is beszélhetünk, mi csak kergetjük a daganatot. És hogy mindannyian tudjuk, hogy ennek mi lesz a vége. És nekem ezen a ponton rántották ki a talajt a lábam alól, kimentünk erről a melbizottságról, hát meg se tudtunk szólalni édesanyámmal. Utánunk jött az Onkológiai Intézetnek egy nagyon fiatal kis pszichológus nője, aki könnyes szemmel állt előttem, és hebegve, habogva elmondta, hogy ha bármiben tud, akkor segít, mert tudja, hogy ez egy nagyon nehéz helyzet. De majd, hogy nem én sajnáltam meg őt annyira. Meg volt illetődve, és nem éreztem úgy, hogy most ő valóban tudna nekem segíteni, hiszen szinte rosszabb állapotban volt, mint én. Úgyhogy mi ezután a melbizottság után azonnal felkerestük egy orvos ismerősünket, aki akkor nagyon sok erőt adott nekem, és próbált megnyugtatni, hogy ne adjam fel, és igenis van, még innen is van kiút. De hát azért jó pár átsírt éjszaka követte ezt a CT vizsgálatot, és rá pár nappal behívott az onkológusom is, aki hát nagyjából megerősítette azt, amit az emelbizottságon mondtak nekem, és hát annyit mondott, hogy évekkel számolhatok, de azt ő se tudja megmondani, hogy mennyi, meglátjuk, mi lesz 2 év múlva, meglátjuk, mi lesz 5 év múlva. Ekkor még ő nem tudta a biopsziának a pontos eredményét. Rá 2 nappal jött meg a biopszia eredménye, ami azt mutatta, hogy HER2 pozitív a szövettanom, amiről annyit kell tudni, hogy ez egy nagyon szerencsés szövettan. az egyik legszerencsésebb, ugyanis ezt tudják ma az orvostudomány jellegi helyzete szerint az egyik legjobban kezelhető szövettani eredmény. És el is kezdték a kemoterápiát. Ami úgy történt, hogy engem péntek reggel kb. fél nyolckor felhívott az onkológusom, hogy pakoljak össze, és ma elkezdjük a kemoterápiát, és úgy készüljek, hogy benne alszom a kórházban. Volt kérdés benned, hogy elkezditek, vagy nem? Mert ez egy olyan pont ezeknél a történeteknél, ahol általában nagy dráma van, és nagy kérdés van, hogy most aki vállalja a kemót, vagy nem vállalja a kemoterápiát. Itt történt-e ilyen konfliktus, vagy? Nem történt, mert olyan előrehaladó stádiumban voltam, és annyira rosszul is voltam fizikailag, hogy el se gondolkoztunk azon, hogy nem vállalom a kemoterápiát. Elgondolkoztunk volna, hogyha mondjuk a mellemben van valami apróság, vagy itt vagy ott, egy csomó. De így, hogy ennyi helyen és ennyire előre haladott helyzet volt, és ugye a CT még az is látszódott, meg a csontizotóp vizsgálat is megerősítette jóval később, hogy a csontjaim is mindenhol, tehát minden vizsgált csontom áttétes volt. Úgyhogy 5 áttétem volt. Tehát nem gondolkoztunk ezen, hogy kell a kemoterápia, vagy nem, mert úgy voltunk, hogy ezen a ponton muszáj minden irányból támadni. Tehát kemoterápia is, és alternatív megoldások is. És egyben elhatároztam, hogy ha fene-fené teszik, akkor is jól fogom bírni a kemoterápiát. És erős leszek, és nem leszek rosszul, és végigcsinálom. És ez annyira erős volt bennem, hogy én már aznap azt mondtam az orvosomnak, hogy úgy készültem, hogy benne alszom, de valójában nem fogok benne aludni, hanem én haza fogok menni. És megkaptam a kemoterápiát, teljesen jól voltam, és mondtam is a páromnak, aki végig mellettem volt, hogy akkor most pakolunk és hazamegyünk. És akkor aláírtam a saját felelősségre, hazamegyek, haza is mentem, és nem is volt semmi gond. Úgyhogy elkezdtük a kemoterápiát, hetente kaptam, összesen 27-et fél éven keresztül. És én végig jól voltam. Soha nem voltam rosszul, nem volt, hány ingerem sem volt. Valahányszor kaptam a kemoterápiát, azt képzeltem, hogy ez egy elixír, egy csodatévő anyag, ami most bejut a szervezetembe, és megtisztít, és a világon semmilyen kárt nem fog okozni nekem. Ez egyébként így belőled magadtól jött, vagy volt valami külső hatás, hogy ezzel így tudatos is, vagy így dolgozol? Egyszerűen jött belőled? Egyszerűen egyrésztről jött egy elhatározás. Másrésztről én elkezdtem, szakemberekhez fordultam. Tehát, mint mondtam, alternatív megoldásokat is alkalmaztunk. És ezektől a szakemberektől is jöttek ezek a különböző sugallatok, hogy mit, hogy kell felfogni. Tehát egyrésztről meg volt bennem is, másrésztől kaptam is ezeket a segítségeket kívülről. Jártam kineziológushoz, ő nagyon-nagyon sokat segített nekem az oldásokban, a régi sérelmek feldolgozásában, mert azért ezt tudni kell, hogy a rák az nem csak a test betegsége, hanem a léleké is. Nagyon sokat segítettek nekem ebben a kineziológus, akkor a pszichoterápia, hogy feldolgozzam ezeket a sérelmeket, hogy megbocsássak mindenkinek mindent, hogy ne legyen bennem harag és ne legyen feszültség, mert a szervezetnek az öngyógyító mechanizmusai akkor indulnak be igazán jól, ha nem stresszelünk, ha nincsenek bennünk felgyülemlett rossz érzések és indulatok. De ezek mind nagyon hasznosak voltak, és nagyon sokat segítettek nekem a gyógyulásban. Jártam energetikai kezelésekre, prána-nadira, ott is nagyon sokat foglalkoznak a lélekkel. És már önmagában az, hogy az ember azt érzi, hogy foglalkoznak vele, szerintem nagyon sokat segít. Hogy tudja magában, hogy most is azért vagyok itt, hogy gyógyuljak. És minden napom azzal telt el, hogy egyre följebb, és azt erősítettem magamba, hogy ma jobban vagyok, mint tegnap voltam, és holnap jobban leszek, mint ma voltam. És azt gondolom, ez nagyon sokat számított, hogy mindig fölfele haladtam. Ezt te minek neveznéd? Hitnek, vagy valami másnak? Mi történt benned? Ez először hit volt. Aztán már nem hit volt, hanem tudás. És azért tartom fontosnak elválasztani a kettőt, mert az ember, amíg nem tapasztal meg dolgokat, addig nem tud más csak hinni benne. De van egy pont, amint túl megtapasztalja, és onnantól kezdve ez nem hit, hanem tudás és tapasztalat. És abban a pillanatban, hogy az ember megtapasztalja azt, hogy a hozzáállásával mennyit tud segíteni, hogy léteznek az energiák körülöttünk, onnantól kezdve ez már nem hit. És egészen másképp látja így az ember a világot. Az előtte lévő időszakban, amíg nem jött ez a megbetegedés, úgy mit tudnál mondani magadról, milyen alkat voltál? Ilyen alkat, aki így áll hozzá a dolgokhoz? Stresszes alkat voltam, akinek nagyon-nagyon számított mások véleménye, aki meg akart felelni mindenkinek, az egész világnak, és tudjuk, hogy ez lehetetlen küldetés. És emiatt nagyon sokat örlődtem magamban. Olyan ember voltam, akit ha megbántottak, akkor gondosan elraktam egy polcra minden sérelmet, hogy az adott pillanatban elő tudjam rántani. Mert úgy gondoltam, hogy erre szükségem van. Ez egy önvédelmi mechanizmus volt. Valamiért azt gondoltam, hogy így tudom magamat megvédeni a legjobban, hogyha feljegyzek mindenkitől minden sérelmet és megbántást, hogy az adott pillanatban az orra alá tudjam dörgölni, vagy vissza tudjak vágni neki. És ez egy nagyon rossz gondolkodási séma volt. Nagyon sok mindent elraktároztam így, amire nem volt szükségem. És hogyha így nagyobb íbben visszanézel, ez még fiatal vagy, hogy helyezkedik ez a sorsodban? Most mondhatnám azt, hogy szerinted miért teremtetted, vagy idézőben miért kaptad, és mire volt jó ez neked? Miben segített? Mindenképpen hálás vagyok azért, ami történt velem. Nagyon örülök, hogy ezen keresztül mentem, mert nagyon sokat fejlődtem belőle. És azt gondolom, hogy ez az egész azért történt bennem, hogy változtassak. Tehát ez egy nagyon komoly jelzés volt, hogy rossz úton haladok, és hogy rosszul állok a világhoz és magamhoz is. És azt kell, hogy mondjam, hogy a történtek után sokkal boldogabb ember lettem. Nem csak tehát testileg is sokkal jobban érzem magam, és lelkileg is. És egészen más szintre emelkedtek az emberi kapcsolataim. Nagyon sok olyan ember volt, akivel esetleg rossz kapcsolatban voltam, és most ez is rendeződött. Sőt, vannak olyanok, akikkel korábban ki nem állhattuk egymást, és most majd, hogy nem legjobb barátok vagyunk. Úgyhogy azt kell, hogy mondjam, végtelenül hálás vagyok azért, ami történt velem, mert nagyon komoly utat jártam be, és nagyon-nagyon sokat fejlődtem, ami enélkül nem hiszem, hogy valaha lehetséges lett volna, mert minden emberben ott van az elhatározás, és mindenki tudja, hogy hogy kéne élni, de valamiért nem úgy élnek az emberek. És egy ilyen betegség, ez rákényszeríti az embert arra, hogy változtasson. Mert ha nem csinálja, akkor meghal. Egyébként most ugye a poén abszolút pozitív értelemben nincs itt, hogy azért azt fejezzük be, hogy aztán mi is történt veled, és még persze kérdezek erről, hogy akkor jelenhez elérkezzünk. Igen. Hát a slusszpoén. Hát az történt, hogy március 13-án kezdték el a kemoterápiát, és rá 3 hónapra, június közepén volt egy CT-vizsgálatom, és az a CT-vizsgálat azt mutatta, hogy teljesen rendben vagyok. Tehát egy tökéletesen negatív CT eredményt kaptunk, sehol nem volt semmi, semmilyen elváltozás. Hát akkor az orvosom ezt az egész eredményt úgy kezelte, mintha mi sem lenne természetesebb, és ezt is várta volna. Nem tudom, hogy ez mennyire van így. Nem tudom, hogy ő valóban ennyire bízott-e a kezelésében, vagy hogy ő is meg volt lepődve az eredményem, de azt gondolom, nem is számít. Mert az eredmény önmagában, ami fontos, és nem az, hogy ő mit gondol erről. Mindazonáltal azt kell, hogy mondjam, hogy hálás vagyok az orvosoknak is. Mert azért tényleg nagyon sokat fejlődött az orvostudomány, vannak célzott terápiák, tehát én nem vagyok orvos ellenes, és nem gondolom azt, hogy mindenképpen el kéne hagyni az orvosi megoldásokat, mert az alternatív megoldások sokkal jobbak. Én azt gondolom, hogy ezek együttműködnek, illetve azt gondolom, hogy vannak olyan pillanatok, amikor szükséges az orvosi beavatkozás, hiszen egy vakbélgyulladásnál vágni kell. Tehát vannak olyan helyzetek, amikor igenis igénybe kell venni az orvostudományt, és vannak olyan helyzetek, amikor viszont rá kell segíteni más megoldásokkal. Én azt gondolom, hogy az én helyzetemben nagyon sokat számított, és nagyon fontos volt az, hogy én az orvosi terápia mellett más terápiákat is alkalmaztam. Mert szedtem ásványanyagokat, vitaminokat, étrendkiegészítőket, nagyon odafigyeltem a táplálkozásomra, 3 naponta ettem csak fehérjét, akkor is csak halat vagy szárnyast, rengeteg zöldséget és gyümölcsöt ettem. Korábban ez nem így volt, tehát én nem figyeltem oda, hogy mit és mikor és hogyan eszem. És már önmagában ez valószínűleg nagyon sokat segített a szervezetemnek, hogy áttértem az egészséges táplálkozásra, az egészségtudatos életmódra. Ugyanaz az orvos, aki nem lepődött meg rajta, az az orvos volt, aki az elejétől kezdve tulajdonképpen hitt benned, vagy hitt a gyógyulásodban, ha jól értem, nem, vagy nem? Ez nem az az orvos volt, ez az onkológusom volt. és te akkor, amikor már természetesnek vetted, hogy ez az eredmény? Akkor hogy fogadtad? Hát nagyon örültünk neki, de valahol tudtam, hogy ez lesz. Tehát én a lelkem mélyén tudtam, hogy minden rendben lesz. És a mai napig ezt érzem, hogy minden rendben lesz. És akárhányszor próbálnak rám ijeszteni, hiszen a mai napig próbálnak ijesztgetni azzal, hogy ez kiújulhat, ez visszatérhet. Én azt érzem, hogy nem, minden rendben lesz. És ezt arra alapozott, hogy megtanultál valamit, tudatosítottál, vagy dolgoztál magadon, vagy most én csak mondok ilyen lehetséges gondolatokat. Én ezt arra alapozom, hogy nagyjából feltártuk, hogy mik lehetnek a kiváltókai ennek a betegségnek. Hogy az életmód, a táplálkozás, az én sajátos gondolkodási módom, az érzelmi világom, a múltban szerzett sérüléseim. Mindent összeszedtünk, hogy mi minden juttatott el engem odáig, hogy ennek testi tünetei vannak. Lehetséges, hogy ott van mondjuk a genetika is, lehetséges, hogy benne van a génhiba is. Ha nincsenek meg a külső körülmények, hogy beinduljon ez a folyamat, akkor nem fognak. És én biztos vagyok benne, hogy ha egészségesen táplálkozom, ha nem stresszelek, ha odafigyelek a gondolataimra, ha szerető környezetben vagyok, és békében vagyok magammal és a világgal, akkor nem lesz semmi, ami elindítsa ezt a folyamatot. Számomra ez egy nagyon nagy ébredés volt. Ez az egész dolog, ami történt velem, ráébresztett arra, hogy milyen energiák, hogy milyen erő van az emberben, a tudatában, hogy milyen hatalmas erővel vagyunk képesek a saját szervezetünkre hatni. És az innentől kezdve az egész életemet mássá fogja tenni. Az, ahogy én magamhoz viszonyulok, és az, ahogy a világhoz. Hogy pontosan el tudom dönteni dolgokról, mi az, ami fontos, és mi az, ami lényegtelen. Hogy ezekkel a dolgokkal nem is kell foglalkoznom adott esetben. Én nem nézek már híradót sem. Mert pontosan tudom, hogy az én életem szempontjából lényegtelen azok az információk, amik ott elhangzanak, és fölöslegesen stresszelném magamat rajta. Tehát meg tudom válogatni a gondolataimat, meg tudom választani, hogy reagáljak dolgokra. Képes vagyok hatni a saját érzelmeimre. Tehát közömbössé tudom magamat tenni olyan dolgok iránt, amik korábban biztos, hogy stresszt okoztak volna. Amiken korábban biztos, hogy ideges lettem volna, és bosszús, vagy haragos. Ilyen most már nincs. Hát igen, most is felmegy néha a pumpa 5 másodpercre, és utána elmúlik, mert tudom, hogy fölösleges. Mert számtalan olyan dolog miatt idegeskedünk nap, mint nap, amik valójában nem fontosak. Mert nem az a fontos, hogy lekésük-e a buszt, vagy hogy mit mondott a szomszéd, hanem az a fontos, hogy jól legyünk, hogy boldogok legyünk, hogy egészségesek legyünk. Az a fontos, hogy szeressünk, hogy szeressenek minket. És borzasztó, hogy a média mennyire megvezeti az embereket, és elhiteti velük, hogy ők akkor lesznek boldogok, ha nagyobb autójuk lesz, ha nagyobb tévéjük lesz, ha Hawaii-ra mennek nyaralni, ami történetesen rossz példa, mert én személy szerint nagyon szeretek utazni, és igyekszem bejárni az egész világot, de nem presztízs kérdésből, hanem azért, mert nagyon-nagyon szeretem látni ezeket a távoli kultúrákat, más embereket, más emberek reakcióit, és pontosan azt látni, amit itt Magyarországon nem szoktunk látni, hogy sokkal nagyobb szegénységben mennyivel boldogabbak az emberek. És ezt kéne nekünk is itthon megtanulni. Hogyha szétnézünk a világban, és elmegyünk nálunk sokkal szegényebb és rosszabb körülmények között élő emberek közé, hogy ők milyen tisztasággal és boldogsággal tudnak egymásra nézni. Pedig nincs HDTV-jük, és nem BMW-vel járnak. És ez az a szemlélet, amit ezen a betegségen keresztül maximálisan el tudtam sajátítani. Eddig is tudtam, hogy helytelen az a világ, meg az a gondolkodásmód, amiben élek, mint ahogy nagyon sokan tudják, hogy rossz sablon, tehát hogy rossz malomban őrülnek, vagy nem tudom, hogy mondjam, tehát hogy nem megfelelően állnak a világhoz, és nem jól gondolkoznak, de ezen változtatni nagyon kevesen tudnak, mert ez kell valami lökés. Én ezt a lökést megkaptam, és ezért nagyon hálás vagyok. Ismételten elmondom, hogy nagyon hálás vagyok. Ami még a fejemben jár. Több olyan betegtársam van, akiket én vigasztalok, és akiknek én segítek, és ez egy nagyon jó érzés nekem. Én nem vagyok gyógyító, tehát én nem mondom meg nekik, hogy pontosan mit csináljanak, mit szedjenek, viszont abban tudok segíteni, hogy semmiképp se adják fel. El tudom nekik mondani, hogy velem mi történt, és ez egy nagyon jó érzés. És azt látom, hogy sokuknak tudtam segíteni abban, hogy megváltozzon a gondolatmenetük, hogy elkezdjenek hinni magukban. És ez önmagában már nagyon jó érzés. ...2015. Júliusán volt az első negatív CT-m, szeptemberében a második, decemberében a harmadik, márciusban lesz a negyedik. És hát van egy nagyon fontos dolog, mint mindenkinek mondtad, hogy szerető közegben és szeretett kapcsolatokban. És hát ez úgy zajlott ez a folyamat, hogy pontosan a házasságkötés előtt, meg a házasságkötés alatt. És után. Hogy ez hogy alakult, vagy hogy hatott a pitás kapcsolatotokra, kapcsolódásotokra? Megerősítette a kapcsolatunkat. A férjem az első pillanattól kezdve biztosított arról, hogy mellettem lesz, és nagyon-nagyon sokat segített nekem. Végig ott volt, fogta a kezemet a kemoterápiák alatt is, végig kísért az összes procedúrán, ugyanígy az édesanyám is, és ez is egy nagyon-nagyon fontos körülmény, hogy az ember szeretve érezze magát, és szeretetben legyen. És én abban voltam, és végtelenül hálás vagyok nekik, mert tudom, hogy ez milyen embert próbáló feladat volt számukra is. Hiszen én éreztem, meg tudtam belül magamból, hogy mire vagyok képes, de nekik kívülállóként ez a magabiztosság, ezt ők csak remélhették, ők ebben csak hihettek, de támogattak minden irányból a szeretetükkel. És tényleg csak azt tudom mondani, hogy nagyon szerencsés vagyok, hogy ilyen emberek vesznek körül, mert nagyon pontosan tudom, hogy nekik is milyen nehéz lehetett az, hogy akkor sírjanak, amikor nem látom, hogy felém még véletlenül sem kommunikálják azt, hogy ők is meg vannak ijedve, vagy ők is kétségbe vannak esve. És sikerült nekik. Tehát ők ezt végigcsinálták velem az első pillanattól kezdve, és ez nagyon fontos szerintem, hogy támogatva voltam, és nem egyedül kellett szembenézni ezzel a dologgal. A hivatásodban, az élethivatásod vonalán valamit változtatott-e? Voltál szépségkirálynő, táncolsz, modell? Modellkedni továbbra is modellkedem. Nagyon izgalmas képeket készítettünk kopaszon. Én nagyon szeretem azt a sorozatot. Illetve hát én folytatom az utamat továbbra is. A táncot abba hagytam. Még nem tudom, hogy átmenetileg vagy végleg, de kell egy kis regenerálódási idő a szervezetemnek, kell, hogy regenerálódjanak az izmaim, az izületeim, mert azért a kemoterápia, akárhogy is vesszük, valamilyen szinten megviselte a szervezetemet. És most ezen dolgozom, jogázom, nyújtok, erősítek, amint jobb idő lesz, tavasszal elmegyek futni. Mit szeretnél, mit tudsz, mi a helyed a világban, mi az élethivatásod? Én azt gondolom, most egészen új utak nyíltak meg előttem, és új lehetőségek. Még én sem tudom pontosan, hogy hol leszek 5 év múlva, hol leszek 10 év múlva, de én nem mondtam le arról, hogy édesanyja legyek. Ki fogom várni a pillanatot, amikor ez megtörténhet. És a hivatásom ezen túl az, hogy boldog legyek. És minél több embernek tudjak segíteni. Azzal, hogy látják azt, hogy mindenhonnan van kiút, és mindenhonnan fel lehet állni. És én magam is rengeteg ilyen történetről hallottam, és rengeteg beteg társammal együtt csinálom ezt az egész procedúrát, és rajtuk is látom, hogy akik hisznek, azok gyógyulnak. Csak ez egy nagyon-nagyon nehéz dolog, hogy amikor az orvos rázúdítja az emberre azokat a szörnyűségeket, amiket szoktak általában, akkor az ne nyomja rá véglegesen a bélyegét a gondolkodás módjára és a hitére az embereknek. És azt látom, hogy itt hasonlak el nagyon sokan, és nem tehetnek róla önhibájukon kívül, hogy elhiszik és beletörődnek abba, amit hallanak a szakértőktől. Még más szakértők egészen mást mondanak, de sokszor nem jutnak el odáig, hogy ezeket az embereket is meghallgassák. Köszönjük szépen! Én köszönöm!